be a készüléket. Őrizze meg nyugalmát, és kövesse az utasításokat. A biztonsági tárolóból kell eltávolítani, felnyitás után pedig hangosan tájékoztat az újraélesztés lépéseiről a félautomata defibrillátor. A tavalyi után újabb készüléket helyezett el közterületen a Szent Kristóf Mentő Alapítvány, a defibrillátor pedig ezúttal a Flash központnál kapott helyet. A készüléket szeptember 24-én kedden adták át hivatalosan. Ezzel a város intézményei után már két közterületi helyen, az Aldi Moson-Magyaróvár üzlete mellett a Flash központnál is elérhető a defibrillátor bárki számára. Ez egy félautomata defibrillátor, aki kibontja, kiveszi és elkezdi használni, az elejétől a végéig minden utasítást a gép fog mondani neki, illetve telefonon, amikor a mentőket felhívja, ő ki onnan is kap segítséget az újraélesztés elkezdéséhez, és mindenféle segítséget megkap telefonon is. Az eszközt 1 millió forintból, 100% önerőből a Szent Kristóf Mentő Alapítvány szerezte be, elhelyezését pedig az határozta meg, hogy hol történt a városban több újraélesztés, legyen szó közterületről vagy lakásról. Ez pedig a városközpont volt, azért helyezték el frekventált helyen, a Flash központnál. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy új funkcióval bővül a kulturális központ. Igaz, már nálunk van újraélesztő készülék, de most az épületen kívül is elhelyeztek egyet az alapítvány jóvoltából. Az első megkeresésnél azonnal azt mondtuk, hogy természetesen biztosítjuk a helyet, mivel azt tudni kell, hogy Moson-Magyaróváron a legsűrűbben lakott rész a városközpont, több mint 10 000 lakosa van, úgyhogy egy ilyen készülék kihelyezése szerintem tényleg adta magát, és bízunk benne, hogy nem kell majd használni ezt az eszközt. Segítségnyújtás esetén a legfontosabb, hogy minél hamarabb értesítsük a 112-es központi segélyhívószámot, majd biztonságos környezetben megkezdjük az életmentést a diszpécser és a defibrillátor utasításai alapján. Az eszközhöz majd egy táblát is elhelyeznek a közeljövőben, ami a készülék utasításai mellett piktogramokon keresztül mutatja meg az életmentés menetét. A félautomata defibrillátor a nap bármely szakában elérhető, felnőtteken és gyermekeken is alkalmazható.